Én a mesterséget apámtól tanultam. De úgy kell gondolni, hogy minden családban volt 4-5 gyermek, és ott mindenki tudta a kádárosokat az. Tehát 70-90% a falunak kádározott, viszont nem hordókot készítettek, hanem inkább ilyen budonkalkot. És keletje volt, ugye akkor nem voltak műanyagok. Mindenki megélt ebből. Még a vizitát is ott fogadták a lányok a kádározó padon. Tehát már nem is volt jó vejnek, hogyha nem tudtak kádározni. Volt egy ilyen. Havasipalból tudunk dolgozni, komandó, kaszonok, onnan szerelembé, mert maga a fának a színe is szép fehér, tehát amikor elkészítsük, és piacosabb. Az itt való fák, amelyik benyúló fák, ezek nem hasadnak jól, és szurkosok erősen. A kádár csak szemerke fából dolgozik, azért, hogy ne feketedjen a só és a tejtermékektől. Ez a fahasogató ég, ez még nagyapámtól maradt. Ez bükkfából készült, szurokba edzett, tehát ha felfűzik a szurkot is beléteszik, és azzal edzik meg, tehát tartósítsák, hogy ne kopjon annyira. Az anyagveszteség véget, hogy jobban sporoljunk, a kádárok mindig már a körívet használják, kutyasítsák a dongalkot. Hanem, ha egyenes lenne, akkor vastagabbra kéne üssük, hogy kiadja ezt a körívet nekünk a majd, amire szükség lesz. A belső felét mindig egy kisebb körívű kézvonóval faragjuk. Amikor veszem a dungát, akkor eleve megadom már a dőítését és a kónuszosságát is. Tehát a felső fele mindig szélesebb marad, ezért már többet nem fog megfordulni nekem a szála, a munkaköze. Akkor következik a következő sorrend a munka alakban. Tehát az éleit simára vágni, mert így, ha összetesszük, ez még nem találnak, ugye? Tehát lyuk van közöttük. Most a két élit megcsináljuk, hogy egyenes legyen, hogy passzoljon rendesen, amikor összerakjuk. Ezt a gyalút apám készítette, ez egy csavaros körtefa volt. Ezt annyit fúrtuk, faragtuk, ameddig elkészült, az én gyermekkoromban készült ez a gyalú. Mivel jól gyalultuk, akkor biztos itt is kell találjon. Teszünk egy széleset, egy keskenyet.
Ezt addig állítsuk, amíg le tudjuk szorítani. Ezt most a végét lesimítsuk, ez egy fajta borotva alvás a csebérnek. Most vágjuk az antorát, ahol a fenék illeszkedik be. A falnak a törzsiből, az alsó részéből, ahogy kivágódik a fal, abból a részéből szoktuk a feneket készíteni, mert az egy kicsit olyan rosszul hasad az a dövésétől. Viszont feljebb már egy méterrel, feljebb azt már lehet rendesen. Mindig kikerüljük a csögököt, a bókot belőle, de az megint nem jó. Ezt a szegeket ide eldugjuk. Ezelőtt ilyen vasabroncs végek, amikor lehullottak, abból vágtak olyan zakszemeket, és azzal szegelték össze. Teljes edényeknek ezt a nagyobb csapasérégítést, azt mindig kifelé tesszük, azért, hogy könnyebb legyen innen kipucolni. Viszont az ilyen, hogy a tartásnak kell, akkor befelé tesszük a nagyobb csapás, akkor lehet benne táncolni. Ezek cserefa, ami hordóknak készül, ki van vágva, mindig szálra vágjuk, és ebből készülnek a boros pálinkás hordók. Hagyjuk 2 évet száradni, ez már egy éves anyag, még nem dolgozunk ebből. Ez itt alul almafa, ettől lefelé. Ez egy különleges fajta jó szagja van, mikor készítődik el, akkor olyan illat van, mintha bélen a parfümözve a műhely. Itt az almafának van ez a szép jellegzetessége, ilyen csikosan marad. Ez pedig epérfa, itt fél, azok epérfaak, legtúl pedig a szilvafaak vannak. Az almafában egy picit megpirosodik a pálinka, az epérfában pedig sárga lesz, a szilvafában pedig piros-piros, az erős konyak szín jön ki. Ha tömött az évgyűrű, akkor a fa tartóságot az mutassa. Tehát azt jelenti, hogy az a fa valahol hegyoldalban, dombon nőtt, és nem patak mellett vizes helyen. 5,5 évgyűrű kell legyen 1 centibe.
mivel a hordónak mind a két fele egyforma, középről két konuszosság van, tehát a közepe szélesebb egy dongának, a két vége pedig elkeskenyedik, és ez adja ki a domborulatot. A két vége, ahol a fenék jön, az megmarad azon a vastagságon, mert itt legkönnyebben itt kezdődik el, hogy a hajó folyós lehet, a hordó folyós lehet, azért mert oda jön a bevajat, és ez a vajat erről felül körülbelül olyan 7 mm, 1 centi 7 mm körül van ide a vajat be. Saját anyagjával égessük a hordót. És akkor, amikor ki van melegítve, akkor lassanként ilyen drótkötével körbevett csavarral húzassuk a hordót, ameddig oda erőltessük, ahova mi kívánjuk, ahova kérem, mi ezek összeengedik, ugye ezek összeképp passzoljanak. Jó. Oda visszük. Oda. Akkor változott a helyzet. Nem ragasztózunk, amikor tesszük a feneket, gyékén teszünk bele. Ezelőtt a kadaroknak augusztusban kezdődött a piacok, ugye akkor voltak a sokadalmak, és arra készült minden kadar elé. Meg voltak rakva a szekerek, és akkor bementek oda, az évi keresettjük akkor megvolt. Még 2-3 ilyen vásárra elmentek. Most már egy kicsit megfordult, mert egész évben főzik a pálinka, akkor most már a pálinka hordó tavasszal is kell, nyáron is kell, ősszel is kell. Szeretem a székely hagyományokat ápolni, és minden ilyen rendezvényen részt szoktam menni, ahova meghívnak, hiszen székely emberek vagyunk, és támogassuk egyik a más, támogassuk, mutassuk meg a régi múltat, a fiatal emberek is lássák meg azt, hogy hát régen miből éltek meg az öregebb generáció, miért maradtak a székely földön. Annyi fajta mesterség van, és azokat ápolni kell, elő kell venni őket, nem kell mindent veszendőbe hagyni, hiszen szép mesterségek vannak itt a székely földön.